Szia, Piszkatel vagyok, és láttam a saját videómat. Na, Piszkatel, elkezdtem nézni, most így volt egy kis időm visszafele a feliratkozásaim videózásainak, tekintélyeinek videóit. Csalódott vagyok videódat, csak így elkezdtem, de még nem néztem végig. De már itt több videódban említetted a kocsisba is, másikba is, hogy ez a rád írtak kis nokedlik, hogy mit vagánykodsz a kocsiddal, és ebbe a videóba elkezdted mondani őszintén, hogy és ha neked van egy kocsid, az tetszik, erre költöttél, ezzel videózol, hogyha más azt írja, hogy mit rajolsz a kocsiddal, te biztos nem fogsz olyan videókat csinálni, hogy most már a kamerával kerülöd a kocsit, csak nehogy valakinek baja legyen azzal, hogy neked van. Szóval ez a mikor egy videós átesik arra a szintre, hogy inkább meg akar felelni a közönségnek, pont akkor lesz rossz videós. Na, ebben igazad van. Én 3 éve hallgatom, hogy ne igyak, meg ne fingjak, meg ne beszéljek csúnyán, bazd meg. Ah, milyen jót fingottam, geci, meg most már iszok is, most már akkor. Nem szabad, önmagad legyél. Igen, majd most nem kioktatlak, mert tudom, hogy te ilyen vagy. Csak azt vettem észre, hogy kicsit ettől félsz. Szóval, hogy mi van, hogyha csak magadat adod, akkor mi van, hogyha csak ennyien néznek, meg nagyon sok lesz a negatív komment. Igen, eleinte sok, igen, az irítség, amiről beszéltél, mert az emberek utálják, hogy ők benne élnek a kényelmi zónában, ugye nem adhatják önmagukat, és fáj nekik, ha másoknál azt látják, hogy ők önmaguk. Szóval, hogy tudom én, finganak a liftbe, az kész. Ők meg, úristen, visszatartom fél órája, ez meg mert fingani? Szóval ez már egy negatív komment, ugye tőle. Egy trollkodás. Csak azt nem írná oda, hogy fél órája visszatartom. Szóval ő még azt sem meri bevállalni, hogy csak azért troll, mert szeretne olyan lenni, mint te. Vagy szeretne olyan kocsit, mint te. Engem meg pont ezért, pont fordítva van. Hogy tudod, ez a normális emberek, mint például te. Utálják az olyan embert, aki így kérne, hogy nem vallják be, hogy csak az böki a szemüket, hogy jó a kocsid. Inkább azt írják, hogy ne rajolj a kocsiddal. Nekem is van ilyen jó kocsim, mégse rajolok vele, meg ilyeneket írnak. Engem meg pont a fordítottjáért utálnak, szóval van ez a két fal, soha semminek, senkinek semmi nem jó, soha semmi. Szóval én meg odaírtam a videód alá, hogy kurva jó a kocsid, majd add kölcsön, bazd meg egy videóklip alkalmával, mert jobb, mint Istváné, azt majd én rajolok vele. Azóta meg sem mertem nézni, hogy szerintem hányan odaírják majd, hogy mi az, hogy te kölcsön kérnéd más kocsiját, meg ide. Szóval ez meg pont az ellentétje. Hogy én nem irigykedek, hanem konkrétan odaírom, hogy kurva jó, geci. Szóval, na, rosszul mondtam, nem irigykedek, és mást írok oda, hogy ne videózz a kocsidról, mert nekem is van ilyen jó. Nem odaírom, én kurvára irigy vagyok a kocsidra, szerintem kurva jól néz ki. Majd valamikor add már kölcsön az asszonynak van jogsia, azt hagyd videózzuk már le, azt rajoljunk vele videóba, hogy hú, ez a miénk. Nem? De. Én őszintén be kell vallanom, irigy vagyok a kocsidra, kurva jól összehoztad, akármennyibe is került. A másik az meg képzeld el, hogy ezek a nokedlik, akik ezt írják neked, hogy hú, ez a kocsi, meg én, többet költenek a mi ez, a számítógépre, mint te a kocsidra. Még talán én is bevállalom, pedig én nem vagyok nagy kocka, hogy szerintem az én számítógépem már többe került, mint a te kocsi. Szóval tudod, ez a ki mire költ? Hát most akkor érted, most egy olyan 3 milliót már ráköltöttek, mert mindig fejszeni kell gépről, ráírják piszkat erre, hogy ez a kocsi, azt mondtad, hogy roncsként vetted meg, azóta haverokkal építgetitek, néha nem is kerül pénzbe, csak te jó fej vagy egy haveroddal, ő ehhez értő, megcsinálja neked ingyen, cserébe csak meghívod egy sörre. Ez így ment Sámsonban is nálam, mert egy egész házat úgy építettünk fel, hogy semmibe nem került. Haverok megcsinálták, mert én néha meg Windows telepítek nekik, szóval ilyen cserekereskedelem ment. Hogy ez tényleg ez a. Lehet, hogy ő többet költött másra, egy hűtőszekrényre, vagy a ráragasztott tizékkel. A hűtőmágnesek többe kerültek, mint amennyit te költöttél a kocsira. Csak ők olyan ízléstelenek, hogy nem tudnak összerakni
egy jó autót kinézetre, mert vagy lusták, vagy ízléspicamuk van, de nem elég kreatívak, és akkor így irigykednek, stb. Ugye ebből már többször csináltam paródiát. Volt, hogy Csarnival csináltam egy ilyen paródiát, hogy te kint laksz Amerikában, te göcsi. Érdekes, nem írt vissza, hogy mit irigykedsz, vágta a poént, hogy a magyarok ilyenek. Nem is fikáztam ezért, én őszintén be is vallottam neki már az első blogjánál, hogy jó szívem belefájdult, hogy milyen jó helyen laksz. Igen, én irigykedek, nem fogok kurva anyázni, én nem mondom azt, hogy biztos izei összeloptad, hogy ott lehetsz. Nem, őszintén bevallom, kurva irigy vagyok rá Csarni, tök jó neked, hogy ott laksz, meg ott az a tó, meg minden, kurva jó lehet neked, kurva irigy vagyok. Mióta bűn az irigység? Én nem értem. Akkor bűn, ha nem vallod be, hogy az vagy, és inkább más geci dolgot keresel, nem? Szóval ez a, jaj, dia lengeruhában van, feljelentem. Hát miért nem azt mondja, hogy hú, jól nézel ki, irigy vagyok rád. Hát én fiúkra ezt mondom. Ha néha már buzinak néznek. Hát amikor egy fiú képe alá odaírom, hogy hú, de jól nézel ki, de jó lenne nekem is ilyen lenne a testalkatom, meg a gényeim, de hát én már törekedtem ilyenekre, hogy sportolok, vagy sokat eszek, nem jött össze, azt azóta szarok bele, de tök jó neked. És akkor aláírnak, hát te buzi vagy. És olyanok, akik szerintem még irigyebbek, mert az meg még ráadásul kapafogú szemüveges kis dagad geci volt. Szóval ahhoz képest még ő irigykedhetne, rám pedig én irigykedtem a gyúrós gyerekre. Ugye, Pepe? Angyalom. Na, szóval igen, ez ilyen, hogy nem az a baj, hogyha az ember valamilyen, hanem az, hogy leri róla, hogy olyan, de nem vallja be. Szóval az őszinteség mindig is nyerni fog a világba. Szóval te nyugodtan mondd azt, hogy igen, sokba volt már ez a kocsi mondjuk, meg sok munkába, de én erre költöm a pénzen, és miközött van köcsög, no kerli, figyelj, neked ilyen nincs, és így menj vele. Mi van, én régykedsz köcsög? Apu most vert meg, te meg sírsz az ágyba, én meg itt kocsikázok, azt dudálok a nőkre. Csináld nyugodtan, ha nem? Te nem az voltál, aki befásul egy párnára, az sír, hanem aki neki ment az apjának, az vett egy kocsit. Most ez metafora volt. Érted? Én is szoktam nagy pofájuskodni dolgokkal, mert tudom, hogy más is ilyen. Mert már pont én legyek le alacsonyít, vagy ő vagánykodik, én le vagyok osztva, meg oké. Okay. Na, azt visszatámadok. Én még okosabb vagyok, matekból, te köcsög. Lehet, hogy te szebb vagy, de én okosabb. Honnan veszed? Mi száznak a négyzet gyöke? Milyen ki a gyöke? Na, ez az. Tíz. Tudod, ez a megdobnak kővel, dob vissza a Rubik kockával. Most ez hogy jött ide az egész. Ja, láttam a videódat. Ja igen, hogy ez ilyen. Meg hogy írtam, hogy ütközzünk, hát Fehérvári vagy, és oda vigyeztettem a kemény magba, hogy akkor már Mekkébe menjünk, már ne vegyünk pár sajtburgert előtte. Azt odaírtott, hogy na ne már XD. És akkor én írtam, hogy na, látod, hogy te is azért vannak ilyen életelvárásaid. Mert mondjuk én szerintem pont, hogy a média él meg abból, meg ezek a bulvár blog, meg internetes hírcikk szarok, hogy ócsárolják ezt, hogy hú, meddig eláll a sajtburger, még a patkány se eszi, meg tuti mérgező, ezek ebből élnek. Nem mérgező, nincs benne semmi, azért áll el sokáig, mert tele van sóval. Jaj, só ártalmas, ártalmas a faszt. Mondom, beírod YouTube-ba, hurka retro reklám. Ahol reklámozzák a hurkát, ugye, édes gyurka, itt a hurka, és ott van benne. Itt a hurkát két pofára zabálja a kisgyerek, mutatják is, hogy ezt tegyed, folyik a zsír, és még a rímbe mondja is, hogy itt a kenyér, itt a só, hurkát enni, jaj, de jó. Sok kenyér, sok só, sok hurka, sok zsír, koleszterin, kész. Azok az emberek, akik ezeken a reklámokon nőttek fel, még mai napig élnek, az még levelet kell írnom nekik karácsonykor, meg még tudják, mi az a távirat, mert ők azt küldenek. Én meg más el is felejtettem. De a mai generációban élő ilyen apák, anyám már rég halottak, mert ők meg update Nordic kazettákon nőnek fel. Közben meg ott az igaz hír, hogy update Nordic meg valami súlyos betegsége volt kórházba. Mert ő nem eszik zsírt, meg sót.
Szóval pénz miatt emberek tönkre teszik magukat, az az ő bajuk, de én nem fogom. A sajtburger a McDonald's-ba egészségesebb, mint amit mondjuk boltban megveszel, ez a kifli. Pont azért drága. Akárki rám ér bármit, hogy nincs igazad a show egészség, nem egy lófasz. Ide tartozik a természettel, bemegyek egy bányába, a csöpkő mennyalom, más show kerül a szervezetembe. Az nem egy gyár gyártotta a showt. Régen ennyi volt. Egyél zsírt, showt, kenyeret, és akkor örökké élsz. Most mi van? A zsírt, showt, meg kenyeret eszel, meg fogsz halni. Ezért nem eszel, és pont amiatt halsz meg hamar, meg állandóan beteg vagy, mert nem eszel zsírt, showt, meg kenyeret. Melyik show milyen? Na, volt egy idő, mikor már majdnem én is elhittem. Anyám is belekerült ebbe a bio izébe, meg mit tudom én, ez nagy lófaszt. Csak meg kell nézni a retro reklámokat, meg hogy a anyád nagyapja, mi az Dade papa, meg Dade mama meddig éltek, meg a mai világon meddig élnek az ilyenek. Hogy már mit tudom, az én két papám el van temetve, ilyesmi, de az ő apjuk még él. Hogy ez hogy van, érted? Egy gyerek hamarabb meghal, mint az apja. Jól mondtam? Szóval lassan ott tart a generáció, hogy egyre pusztítóbb hülyeségekkel telemagyarázzák a fejüket, hogy mi rossz, mi jó. Ez pont fordítva van, érted? Cigizzél, igyál alkoholt, egyél sok zsíros kaját, kurva sok kenyeret, tésztát, hogy hizzá, meg rengeteg sót és cukrot. Akkor örök életed lesz. Ja, és szívjad a parlagfüvet, mint az állat, amikor virágzik. Akkor örökké fogsz élni. Ha ezeket megtagadod, és inkább ilyen oltásokra jársz, hogy parlagfűjel, meg így, akkor véged lesz a mágeci. Ah, most lemerem ide rakni, hogy aki most néznek, és ilyen tizenévesek hamarabb fognak meghalni, mint én. Itt talán merem írni. Én úgy élek, hogy ők nagyapám tanította, megtaláltam a könyvét a padláson, azt írta bele, hogy anyád. Tényleg ezek olyanok, amire bizonyíték van, hogy lekövetkeztethető egy kis józan paraszt ésszel, ha csak visszamész a családfádba. Hogy már mi van elhitetve, hogy mi egészségtelen, mi egészséges, mi állt, mi ellen ós be magad, meg ilyen hülyeségeket kitaláltak már, hogy úristen, hogy szakadtunk a röhögéstől vele a pöcegödörbe. Úgyhogy köpködtük ki egymás szarát. Anyám tamponnyát húztam ki a számba, véletlen lenyeltem a pöcegörőbe, amit ő lehúzott véresen a WC-n. Semmi bajom nincs. És akkor akik ilyen update-kazották, hogy csinálj, én nem eszem sírt, meg sót, meg csukjat, és meg csak zöldséget, meg egész életemben táncolok, ott döglődik a kórházba. Én meg egyszer voltam kórházba, amikor születtem. Meg egyszer, amikor önként bementem pszichiátriai dolog miatt, mert kikészített az ilyen világ, hogy én nem esek sót, inkább táncsolok, és ebből meghagyjak sok, de aztán kórházba sírok, hogy mi bajom lehet, ha sose ettem zsírt meg húst, akkor miért halok meg? A másik meg kivetettem a mandulámat, mert na, azt hittem, amikor fizikai, nem is én, az orvosok hitték, az orvosok vetették ki a mandulámat, mert azt hitték azért van mindig hőemelkedésem, az közben kiderült, hogy ugye pszichés esetek miatt, hogy mindig feszült vagyok, ezért ez hőtermelés, hőemelkedésem van. Ez a kettő volt. Nyilaki, mondjam, eszek húst, meg zsírt, meg sót, meg táncsolok, meg DVD. Az meg híradóhoz, nem tudom mi bajom van, a szívem így szúr, meg ide. Kap be akkor a faszomat, jó sós, de sózzam. Itt van. Ez egész, sőt, a szervezetnek, sőt, tovább megyek, az agynak szüksége van rá. Nem ártalma, nincs ez, hogy a boltba ezt raknak be, ez a, hogy mondják ezt? Konkurencia. Ezt a konkurencia csinálja. A McDonald's-ot is, hogy szétfikázik, valami konkurencia elindította, hogy majd az ő hamburgerét egyet. Ennyi. Sörkész, írd le! Tényleg az előző videóban volt valami, amit mondtam, hogy írd le. Azóta néztem a kommenteket, azt nem is írta le senki. Csak 7 komment volt, de mindet bannolnom kellett, mert ilyen izé volt. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik.
látszott, hogy így délután 4 elmúlt, azt vége az Ovinak. De hát ezek csak magukat járatják le, meg utána többet nem tudnak írni, nem? Majd mikor felnő rájön, nem? Vegyen sót. Nyaljál sót. Jaj, régen ez nagy duma volt. Aki nem mertek kimondani, hogy nyolt ki a pinámat, vagy hogy nyolt ki anyát pináját, az mindig azt mondta, hogy nyaljál sót. Menjünk egy kicsit az erkélyre, gyertek. Nincs rajtam, Gatya. Jaj, mintha valamelyik videóban is lenne rajtad. Erre felvesz egy zoknit. Nem önkéntesen vonulok elé, az ugye tény. Nem áll. Aj, hát a benne vagy, aj, ezt már megírtam. Ezt nem értem. A nőknél ugyanezt nem értem. Mint amiről eddig beszéltem, hogy ott van a strand. Bikini, mégis őt ilyen tangaszerű, szóval, hogy úgy mondják, nem? Hogy a picsádban csak egy csík van. Tanga, nem? Ilyen, meg egy ilyen kis melltartószerűség, azt mennek. De otthon bugyi van, ami nem is tangaszerű, hanem rendesen takarja a seget, akkor ma hú, ez olyan intim dolog. Ez a nőknél mi? A strandon 1000 ember látja. Kevesebb dolog van rajta, és semmi. De otthon csak a családra látja, és bugyi, mit tudom, ilyen após. Hú, a bugyi vagyok, hú, hú, hú. De hát a strandon láttam a segged, öcsi. Nem? De? Ez olyan, mintha ez a strandon én boxer alsóba, vagy mi az, Bermudába el vagyok, az semmi baj. Itthon meg ne videózzak, ez a boxer alsóba. Ez az egy fasz, tehát ha meleg van, akkor boxer. Nem? De ugye? Igaz vagy hamis? Hamis? Akkor igaz. Mert ami szerinted hamis, az biztos igaz. Mert a mai generációból így tanulok. Hogy ami a mai generációnak, tiniknek, fiataloknak úgy van beépítve az agyukba, hogy az jó, illedelmes, és úgy van. Én ebből azt megtanulom, hogy az tuti nem úgy van. Szóval biztos nem veszek ilyen óriási napszengeren, fordítom fejre zsapzám, nem járok a plázába, nem azt a filmet nézem, ami szerintük jó, nem de. Szóval ettől függ, meg hogy ki hogy unja. Szóval lehet, hogy ezt most kikapcsolom, felmásolom, és amíg a YouTube tölti, vagy a Sony Vegas menti, addig már videóznék, még ha csak arról is, hogy meg se szólok, csak cigizek, és néha nem szembe itt valami, ezt így kimondom hangosan. Csak hát, hogy ez akit érdekel. Szindróma van. Nem tudom, nagyon rá vagyok erre függve, már gyerekkorom óta, csak akkor még nem volt kamera, és én magnószalagokra vettem fel a gondolataimat, meg hülyeskedtünk a mikrofonba, a Walkman mikrofonjába. Hú, de raj Walkmannek számított, hogy van rajta mikrofon, geci. Hú, ez már olyan, mint a filmekből a diktafon, amit letesz a FBI ügynök a kihallgató teremben a kihallgatott elé. Bizony. Az jó durva, geci. Honnan van? Anyám katona azt hozta Koszovóból, geci. Ócsóbb ott kint minden, mint Magyarországon. Kint minden olcsóbb, mint Magyarországon, mert Magyarországon minden drágább, mint kint. Most akkor hol olcsóbbak a dolgok? Kint. Kint, akkor kimegyek az Erkélyre. Nem úgy értem, hanem külföldön. De mindegy. Sziasztok. Szóval rossz példából lehet tanulni. De utálom azt, mikor nagyon megtömöm, ráhúznám azt. Nem tölti be. Hány óra? Ja, mész ki, Belier? Még milyen nap van? Nem kedd? De rohan az idő. Nemrég még kedd volt, nem?
Mindig mondjátok, hogy legyen már életvideó. Szerintem már minden videóm átalakult azzal. Csak nem úgy nevezem el. De erre is csak a nokedlik nem jönnek rá. Szóval megcsinálom ezt a videót, feltöltöm olyan néven, hogy... Szerintem a hamburger és a só. És akkor aláírják, hogy oké, jó videó, de mikor lesz már életfiló? Csak azért, mert nem az a címe. Na, itt látszik az, hogy mennyire könnyen el tudja butítani a média a mai fiatalságot. Hogy már elég egy címet adni valakinek, valaminek, vagy egy műsornak. Mondjuk azt adod egy tévéműsornak azt a címet, hogy az igazság, és végig hülyeségeket mondanak benne. Mit tudom én, Hitler már gyerekkorában meghalt, utána csak egy klónja létezett, stb. És elhiszik. Miért? Mert a műsor címe az volt, hogy az igazság. De mondjuk, hát ezt, mondjuk ezt nem kell magyarázni felnőtt embernek, gondolom. Freddy D. is ugye kitapasztalta az izét, a bélyek képhatalmát. Hogy a legjobb rossz PC játékok videója se ért el annyi nézettséget, mint az a videója, amiben semmit nem mondott, de a bélyek kép egy nagy csöcsű nő volt. Szóval itt tartunk. Szóval csak a felszín a lényeg. Szóval most én ennek a videónak nem is rakok el bélyek képet semmi, csak azt a címet adom, hogy mit tudom én, ingyen GTA 5. 20 millió nézettség vagyunk. És ez így működik a média. Meg a világ. Meg hogy szerintetek mi káros, meg mi nem. Régen tényleg, akkor lettetek volna gyerekek, nem hallottatok volna ilyet. Soha. Hogy a zsír káros. Este már ne egyél, mert az hízlal. A reggeli a legfontosabb, pont hogy az a legártalmasabb. A cigi rákot okoz. A gyerekkorunkban ilyeneket nem hallottunk. Lehet nem tudod elképzelni, ilyet nem hallottunk. És mivel nem tudtál róla, be se következett, mert mindenki a saját világát vonza be. Szervezi meg, építi meg. Így nem is volt annyi rákos ember. A világírtás, hogy elhitetik veletek. A hülyeségeket ti meg magatoknak létrehozzátok. Olyan, mintha azt mondanák, hogy ugolj be a kútba, te meg beleugrasz. Pont azért szánalmas, mikor mit tudom, hogy megosztatok valami új popslágert, valaki aláírja, hogy ezt mi életemben nem hallottam, azt majd írjátok oda, hogy mi van? Nem ismered? Mit fikázod? Hát ez... Justin Bieber. Én mai napig nem hallottam egy számát se. Mert tudom, hogy már az is világbutítás. Szóval ő nem is létezik, hallod, egy kitalált karakter. Hogy butuljon az amerikai nép, de már elterjedt ide is. Mert akkor abból lehúzható sok-sok pénz. Az ilyen multiknak, akik ezt kihasználják. Szóval egy ilyen áll dolog. Áll valóság így médián keresztül, meg koncerteken keresztül. Szóval ilyen... Előre megtervezett dolgok. Hát megnézitek ezt a mandzsúriai jelöltet, és az magába foglalja, hogy így agyba táplálnak dolgokat. Hogy előre van tervezve, hogy ki legyen az elnök. Most fekete elnök kell pont amiatt, hogy a feketék megnyugodjanak. Ez ugyanaz, hogy nálunk cigány elnök, és akkor a cigányok megnyugodtak. Ugye Orbán? Ugye? Akkor ennyi. Cső.